Röplabdapálya, zuhanyzók, öltözők, játszótéri alkalmatosságok és bérelhető napozó ágyak is várják a levelekre látogatókat. A megyeszékhelytől 20 km távolságra található tóparti strand kánikulában évek óta népszerű a fürdőzők körében. Éppen ezért az önkormányzat lehetőségeihez mérten igyekszik fejleszteni az üzemeltetése alatt álló tócentrumot. A közelmúltban sikerült a hátamnál látható játszótérre beruházni az önkormányzat levelek Kft.-nek, a levelek település önkormányzatának segítségével. Azt kell tudni erről a játszótérről, hogy égetően fontosnak találtuk már a tavalyi évben is, hogy a kisgyermekes családok, akik ide látogatnak hozzánk, el tudják vinni a gyereküket egy pár percre szórakozni, hogy maga a strandolás ne csak arról szóljon, hogy kijönnek, belemennek a vízbe, egy kicsit napoznak, és akkor nincsen semmilyen más elfoglaltsága a családnak. A több mint 2 hektáros strandon homokos röplabdapálya, felfújható vízigömb, vízibicikli és kajakkenuzási lehetőség várja a vendégeket. A strand mellett szörfkikötő található, valamint egy drótköteles wakeboard és vízisípálya is várja a vízisportok szerelmeseit. Levelek Nagyközség önkormányzata rendelkezik egy nagy kempinggel, egy közel 3 hektáros kempinggel, amelyben nem csak sátorozási lehetőség van most már, hanem akár 60 főnek zárt épületben egy szállást tudunk biztosítani. Ezeket az épületeket elsősorban diákok hasznosítják, nagyon sok tábor, akár nemzetközi táborok, helyi táborok, illetve egyházi táborok is zajlanak. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is leveleken töltik a szünidő egy részét azok a gyerekek, akik számára a Baktalórendházi Kistérség gyermekesi programjában szerveznek táborokat.